Sziasztok! Keeper a vakod megérkezett, mi újságál? Rám akasztottátok ezt a nevet, hát csodálatosak vagytok, jobban mondva, egész pontosan. Mindjárt várjál, mondom, hogy mit kell, lehet ilyen hülyeségeket egyébként lehet, hogy le kéne szkrepelnem. Megígértem, hogy nem dobok el semmit, most meg kínosan kell erre figyelnem, aztán nagyon izé van. Nagyon trágyán csinálja a Keeper, várjál, ezt nem viszem magam, mert már egyik küldetésőzni. Ja, ezt sem viszem magam, a mézet el viszem magam, mert éhes szobja, és a Keeper, ettől van probléma. Ezeket figyelj, ezeket a fegyvereket ki kéne raknom. Mert rájöttem egyébként, hogy nekem nem kellenek fegyverek, mert én maga vagyok a fegyver. Na jól van, oké, nem bóckolunk. Valahol ki kellene menni, aztán rá kéne függeni akkor még egy kis köldetésezésre. Ujj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 
semmit, mert a fejhallgató meg nem a fejemen van. Csodálatos. Hol a beceklém? A beceklével megyünk a küldetést megcsinálni a This is következőt. Ja, igen, ráfüggök a küldetésekre szerintem. Minél több skillpontot föl fogunk halmozni, mert az nekünk nagyon jó lesz, és akkor ki fog... Írtátok, hogy akkor már maxoljam ki én ezt a izét. Maxoljam ki, és most már tudok itt építkezni, meg tudok craftolgatni, úgyhogy éjszaka is azért merem elkezdeni délbe itt ezt a dolgot, mert most már éjszaka is merek izélni, tevékenykedni. Meg igazából szerintem olyan kemények vagyunk, mint a Rambo 3, hát jöjjenek rám! Azt szétcsapjuk őket, mint a szart. Ja, egyébként. Én nekem nem kell fegyver, én vagyok maga a fegyver. Ez nem tudom, ez valami filmben volt, nem? Vagy tudom. Nem jövök rá. Jó, oké, várjatok. Beceklit letesszük, aztán már megyünk ki, és nem tudom, olyan halk a játék. Most úgy érzi a képről. Figyelj, milyen kis tavacska is van itt. Gyerekek, olyan küldetés, hogy szétverek mindent, mind a szart. Hello, mi van, valaki van itthol? Ja, itt ilyen futkozósok vannak. Oké, nyugodjál meg, képről. Mit csináltál, testvérem? Hallod, olyan leszek, mint a... Olyan leszek, mint a Rambo. Figyelj, anyuka. Csávó. Nem kaptuk még meg az XP-t. Figyeljem ezt az XP dolgot, mert... Egyébként már 756 ad be az egy izé. Egy mob. Mob a fenét mob. Rendőr bácsit, ne bántsatok engem! Lehet, hogy körülbelül hozza a fegyvert. A rendőr az kicsit fölrobbad, lehet, nem? Zöld anyu! Azért, hogy bírja? Mi a fasz történt itt? Gyerekek, hallod? Ezek miért ilyen böszbe kemények? Meg ki kütyörög? Valaki nyugtalankodik. Hát mi folyik? Gyerekek, nem lettek ezek keményebbek? Hallod, én nekem ilyen majdnem maxra van húzva az ütés dolog, aztán alig akarnak dögleni. Komoly dolgok vannak. Ja, ki kell pucolni a területet, úgyhogy ez van. Ezek mennek meg a bárányfölhők. Három csontot annyira körülött nekem elrakni, meg ilyen clay, meg ilyesmi. Ne fürdjél el. Na. Nézzük a szemeteket is. Figyelj, homok is köl, gyerekek, mindent összeszedek. Ezután nem fogok eldobni semmit. Norvég, ne szórakozzál. Nem fogok semmit eldobni. Fuck yeah. Várja. Szakácskönyv, azt mondjuk megtanulhattad volna keeper, azt akkor nem kellene csipelned. Egyébként mindig várom itt a csodát, aztán annyira szar a loot, mint az állat. Ja, azt a jövőt, azt fölvettem volna. Mi azt a fej? Fej XP növelő akármicsoda. Hunkörl, még van valaki fönn. Fönn alszik a Gross Mutter, azt még fejbe kell vágni. Hello! Bazza, mi a fasz van itt, gyerekek, buli volt? Ez körülbelül olyan szituáció volt, mint amikor azt a betyát hálóan. Mint amikor a másnaposok kezdődik, tudod, hogy így fekszik mindenki szaraszét. Hát szerintem, mi a fasz? Leugrott öcsém! Ugrálnak itt le! It's raining, man! Halleluja! Meghaltak ezek itt lenne? It's raining, man! Tibi! Te hallod? Azt a figyelre, izé volt ez. Minek nem ez igaz? Bruce Lee volt, ütött egy olyat, vagy rúgott. Segbe velem. Itt van egy izé. Dugdolja ki a fejét.
Hallod, ennyi volt, öcsém, azért rendet tett a keeper, igaz, hogy figyelj, nem én nagyon érdekel, hogy kapok hiteket, mert ugye visszahílelődünk minden állat, ezt is tanuljuk meg, meg ezt is tanuljuk meg. Meg ezt is, kettő darab gyerekek, most már izé mit, pumpkin, cheese, sajt sütit csinálhatok, pumpingosat. Azt a bőtyárda, ezt a finger nincs a keepernek. Aha, ezek tök jók, ezeket kellene alkalmaznom. 10%-kal redukálja. Ja, ez bóra való. Ezeket az a baj, sose olvasom el, aztán csak megyek mind a gzsű, aztán utáljátok szerintem ezt, vagy a keeper ilyen vadállat módjára csapatja neki, de gyorsan menjünk. Figyelj, éjszaka is fogok tevékenykedni, most nagyon ráfüggte be a játékra. Éjszaka kraftolni fogunk, meg ilyesmi. Harvesting tool, stone tool, 5-ös quality-t tudok csinálni, tehát akkor ezt is. Ez mi az anyám balaga? Szét akarja verni a hülye keeper oda néz. Ah, mi ez oda nézzé? Izét ad. Ilyen érzékelést. Figyelj, AK-47-es, ne viccelj, öcsém, meggyűjtünk. Meggyűjtünk. A lőszert azt nem raktam ki, de a fegyvereket, igen. Azért megjöttünk az AK-val, hallod? Igaz, hogy csak egy egyes szintű, jó, gyorsan fel. De azért ez mondjuk ad egy ilyen izét, egy ilyen biztonságérzetet, hogy az embernél ott egy AK, nem? Jó, akkor megyünk. Szerintem clear-eltük a dolgokat, megyünk a Jenny. Ez azért egy AK-val azért így elvigyorog az ember, szerintem. Így jobban érzi magát. Itt ki tudok menni? Hajde jó. Mennyire pontos ez? Ez konkrétan? Ah, jó, nagyon jók vagyunk, van egy AK-m. De milyen jó AK hangja van, rohadt jó. Kocsiban nézzem meg, mi van, gondoljátok? Jó, oké, megnézem, egyébként tudjátok, hogy mire is jó. Meg az a jó, hogy ennek ilyen 30-as tárja van, meg szerintem sokkal gyorsabban tárazza. Ez viszont erre, akár mi is lesz, erre kell raknom erre a... amikor tározás közben tudok kis futni, ugye nem lassul le a karakter, az a run and gun, talán run and gun skill-re. Meg ugye a minor 69-re is kéne dobni a keepernek. Úgyhogy azért vannak itt még dolgok, amiket így kellene intéznünk. Tök jó, most nem vagyunk annyira éhesek. Tök jó ilyen jobb kajákat csinálni. Oké, egyébként tudom, hogy ilyen skill-eket is rakhatnék arra, hogy kevésbé éhezek, meg ilyesmi. Viszont ezek a jó kaják is tök jók, mert nem is tudom, mit akartam mondani, ja, mert sokkal tovább bírja a karakter vele. Jobb lesz a jó lakottság, meg minden is jobb lesz tőle. Oké, Jenny, megjöttünk, biciklivel behajtok ide, beveretem neki, egyébként valaki mindig beteszi a kaput, hogy a szeme álljon meg. Azért ezzel az AK-val, hogy nem tudom, hogy jobban érzi magát, aki itt nyitva van az ajtó, Jenny, hátsó ajtó. Szia, cica, mi újság van? Adjál valamit, mit tudod, ennyi van, ilyen szar semmi való dolgokkal akarod kiszúrni a szemem? Hát akkor ez, hát ezt nem tudom. Jó, hát majd, nem, egyszerűen nem tudom. Jó, taruljunk inkább, ezek mind ilyen elég useless dolgok. Hoppá! Hoppá! Választhatok, figyelj, farm bundle, bicikli, az már volt. Helmet light mode, traps bundle. Nem tudom melyiket. A farm bundle-t fogom választani lehet. Vagy lehet, hogy a trap, nem, a farmot. Oké, baby, adjál munkát, testvérem. Kicsi-kicsi lány. Ó, szia, hello. Na várjál. Ugye, akkor itt is elértem, majd a tier 2-es questeket fogom tudni csinálni. Az egy jó lesz, gyerekek. Mert ugye, eddig a tier 1-esek voltak itt unlockolva. És akkor ugye most jöttek rá, most jött a... Most jön majd a... Beszélek össze-vissza, mi? Akkor gondolom, kicsit fel vagyok pörögve, nagyon bírom ezt a játékot. Komolyan mondom, hogy nagyon beleélem magam. Nagyon szeretje a keeper. Viszont ezzel a bázissal majd közben kell csinálni valamit. 21. napra valahogy össze kéne hozni egy olyat, hogy ne kelljen elbújnom basszus a vakondjáratomban, hogy túléljek. Ez hol? Hova vezet? Hova visszavonat? Én nem tudom. De egyszer visszatérek. Benzinkutakat nagyon szeretné a képer. Már ott van, csodálatos dolgok történnek. Figyelj, egy belépőt azért. Nem? Jó, nem, soha nem robbannak a benzinkutak? Régen robbantak. Csávó meg ott van, ott jön.
Meg akarja nézni az időt a telefonunkon szerintem, úgyhogy húzzunk bele. De hát ugye visszatérünk erre, hát mert mi vagyunk mi. Hello! Kisapám, kisapám! Kaptad a fejest? Insta kill volt. Valaki nagyon izé, szörcseri van. Anyu megjöttem. Van egy ögzítünk, nem akarunk kimenni szerintem. Oda nézzél, hogy mészre vettem. Kiszagoltam. Valaki meg jön. Várjál. Valaki nagyon érkezik meg, aki... Ezt a bandult, azt nem kéne ki nyitnom addig. Gyerekek, egy balossal agyon ütötte. Balossal. Tehát nem izével, nem power attack-kal, hanem simával. 25-ös szintűleg, vagy 10 kill pontot elosztatok. Hülye vagy? Hát azért az nem egyszerű, nem? Mármint azért lehet, hogy az egy kicsit erősnek tartom, de várjál. Ez még hozzátartozik? Eha. Akkor itt még rendet körekni. Jó napot! Van itt van aki? No? Why no? Ezt ott kell fölmennie. Nézd oda. Nem? Ott... Kell, itt van egy ilyen autószerelő műhely rész is. Csók! Nyugtalanok lettek a dolgozók. Valahol itt. Jöcsöm. Olyanokat ütök, hallod, rendesen félek magamtól, gyerekek. Abba a toolboxba lehet valami? Áááá! Izzének... Mi van? Leütöttem a lábát és még mindig itten izé... Evickél. Várja. Az odavert egyet. Vérzünk is egy enyhin. Hülye voltam, kiraktam a izéjét? Vérzés csillapító dolgot? Nem mondod, az én ilyen hülye nem lehettem. Az eláll az a vérzés, vagy jó lenne bekötni? Hát, hogy várok egy kicsit, mert nem akarok elhasználni egy egész olyan csomagot. Ja, szomjas vagyok, hülye! De hülye vagy, Keeper! Mondom, vérzek a faszod, az vérzik. Jó van, bocsánat, gyerekek, egy kicsit nem tudom, úgy ültem le ide, megmondom őszintén, hogy... szeretem megvárni, míg kijön az előző rész, és akkor nekiállni a következőnek. De valahogy most így nagyon ráfügtem erre, és még... Ja, kiment az előző rész, de még nem jött olyan sok komment hozzá. Maradjál már, na. Pihenjé. Oké, túl vagyunk terhelve, ez le fog szakadni? Nem fog leszakadni. Ott van a titkos dolog, figyeld. Az a baj, hogy ezek... Jó, mindent is elrakunk, gyerekek. Odali lőszer. Ammo. Ammunition. Figyelj a csaját. A csaját meghagyjuk. El kéne vinni haza. Bezárni. Komolyan mondom, kéne egy ilyet csinálni, hogy... Fogva tartani egy zombit. Egy ilyen nőcite. A csecsest. Ezt elnevezzi Marinak. Azt az lenne az ilyen társam. Ínséges idők vannak gyerekek, nem lehet minden. Tudod, modification. Ezt a kaját, ezt lehet, hogy meg is eszem. Már méne. Ja, ilyen 43-as kaja, hallod? Nagyon durva. Meg HP-t is ad rengeteget. Ezek tök jók. De mi ez? Mit tudok? Ez jó volt. Ilyen izé, ilyen különböző robot. Robot tureteknek a tervrajza, meg ilyenek. Ilyen. Nem tervrajza, hanem így kitanultam dolog volt. Hát ez jó, jó, oké, ma nem vagyunk. Nem vagyunk a toppon, gyerekek, bocs, ez van. Itt elvégig jovelázunk. Túl vagyunk terhelve, ilyenkor nem vagyunk nehezebbek. Itt biztos gyűnek a izeik, a dolgozók, beugrok, hallod? Már jönnek is rám, nem? És nem. Oda nézd, az mennyi cucc van itt, hallod? Hát nem tudom hova rakni. Chemical Station. Ja, ez egy darab izének számít? Én meg azt hittem, hogy itt egy rakat dolog lesz. Jó, ez is megvan, mehetünk a Journeyhez vissza. Itt az mi a pöcsöm? Ez meg mi?
Elértük a quest limitet, azt mondja. Ez érdekes, most ezt nem nagyon értem. Elértük a quest limitet? A napi quest limitet? Milyen napi quest limitet? Hát izé van. Egy darab questet csináltam. Mi a szar ez? Ez mi akar lenni, gyerekek? Valaki világosítson föl, mert én nem értem. Vagy pedig az, hogy ugye... resetelődni el kell? Vagy mi a... Mi a búbánatos, túros, teve, hajcsár... Tudja ezt megmondani, hogy mi a fasz van itt, gyerekek. Nem tudom, hogy az mi. Vissza kell menni. Lehet, hogy nem tudok fölvenni még egyet. Hello, jó napot kívánok, én itt lakom. Úgyhogy távozzon, legyen szíves. Kéne egy ilyen kerítést húznom már, csak hogy tudják, hogy itt lakom itt. Én vagyok itt az úraházban. Na, ja, nem tudom, mi a quest limit dolog. Ez érdekes, ilyet még soha nem láttam. Valószínű az, hogy ugye a tier 2-es fog következni majd. Úgy gyerekek, olyan szinten túl vagyunk terve, ki emegyek, kirakodok, jó? Kirakodó vásár lesz, egyelőre összeszórunk mindent. Na bazze, öcsém! Crafting skill, szerintem az jöjjön, nem? Többi le van szarva, tanulás az mindig jó, és akkor... Érdekes, hogy ilyenkor... Mi? Mi ez a izé? Mi ez, gyerekek? Elértük a napi questnek a progression limitjét. Ja, tier progression nem fog nőni, tehát nem fog nagyobb tier lenni. Szerintem ez azt magyarázza a Jenny Benny. Hát Jenny! Hát csalódok benned, na! Hát figyelj! AK-val nézel szem, farkas szemeket, akkor a vépőröm van, ne vicceljél. Na, megyünk, azt kipakolunk, gyerekek, hát akkor nem nagyon érdemes most nekem quest-tőröm. Mármint érdemesnek érdemes, csak ugye a tírje nem fog nőni szerintem, arról hadovál. Mindenképpen kipakolok, nem tudom, egyébként érdemes questelni, gondolom. Csak ennyi a probléma, de itt tök jó, mert így be tudok menni itt. Ezt mindenképpen el akarom bontani, gyerekek. Mármint a felső részét, és kialakítunk egy ilyen, azt az oszlopos megoldásos bázist, tudjátok? Mármint olyan védelmet. Szerintem az egyen jobb lesz. Maga a piramis az marad, hát én itt megépítettem 5 órán keresztül, hát nehogy már ne legyen. Jó. Testvéreim az urba? Hát kellene végigcsinálni. Van nálam fa? Nincs nálam fa, a fát magamhoz kövenni. Gyerekek. Jó, most egyelőre itt tényleg összeszórok mindent, meg amúgy is ki akarom alakítani ezt az egésznek a benseit. Aztán akkor legyen értel ilyen csinálok még egyen. Akkor legyen frankó, tudod? Hogy legyen rendezve külön konyha, külön ez, meg az, meg amaz. Úgyhogy egyelőre ez ilyen összeszóros dolog akar lenni. Tényleg amit nem használunk, azt mindent ki fogok mindig szórni, a pénzt azt nem. Ja, mondjuk az ilyen kajákat meg egy helyre rakhatnám, már nem át fogom nézni, gyerekek, csak tényleg megyünk. Megyek még egy questet szerintem. Ezeket meg majd átnézi a keeper, jó? Oké. Okay. Várjál, ezt open-öljük. Ezt is open-öljünk, és megtanulunk mindent is. Use. Gránátot megtanultok, de jó. Bazd meg ennyi. Jukka seedet megtanultuk, oké. Egyelőre még azt kérelek el, hogy kűj. Hol a kűj? Itt a kűj. Meg kéne javítanom ezeket. Javítás. Ezt is javítom, tudom, hogy ötöset tudok csinálni, de most egyelőre nem kéne vele szórakozni. Ez mi kell a javításához? Scrap iron, óra jó, az tök jó. Azt meg szerintem ide pont beszórtam valahova. Scrap iron. Mi? Ja, javító készlet is kell hozzá, akkor jó van. Figyeljetek, 18.44 van, szerintem még menjünk egy questet legalább, nem? Most annyira nincsen, vagyunk rosszul eleresztve, kaja szintünk és fia szintünk is jó, és most látjátok, nem viszek magammal fölösleges cuccokat, úgyhogy... Büszkék lehettek a keeperre ezerrel. Ujj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 
Hát most vissza kell menni a Jennyhez, bocs. Egy questet még letolunk, éjszaka meg mindenképpen építkezünk, redeszkedünk, kraftolunk. Úgyhogy ez reggelig szerintem fog menni az a videó, és akkor úgy fogjuk folytatni, hogy izébe fogjuk folytatni. Tök jó, hogy hátul be lehet menni. Ide kéne csinálnom egy strádát. Na, hello Jenny! Hú, nagyon sorban nagyon. Egy kis jabot adjál nekem, testvérem, ami közel van. Egy kis hugicám. Clear zombies közel, jó az. Ezt még megcsinálom neked. Igaz, hogy tudom, hogy a progression az nem fog nőni. Biciklit ide támasztottuk, jó van. Merre kell menni? Tolassál, bazze, tolassál! Ez a csém, ez a tolatni. Ez valaki ezt, szereti ezt a biciklinek az irányítását? Nem tudom megképzelni. Ugri-bugri! Csú! Még mindig nem haltunk meg, gyerekek! Büszkeség van, figyelj, valaki meg nagyon elderringelik. Super, super, ezt még megcsináljuk 19-15. Megmondom őszintén, kicsit fölbátorodtam, hogy azért elég jól tudjuk az éjszakákat is így szerintem elviselni. Kellene csinálni. Rohadt meleg van, nem gyerekek? Mármint nekem nagyon melegem van. Igaz, esik az eső, mármint így real mondom. Na várjál, nézzük, hogy mi a szituáció. Szétcsapunk mindenkit is. Mehetünk be. Chemical Station, vagy mi ez? Minden viszek, tudom, nem fog... Figyelj, a bicikli az meg még mindig gurul, öcsém. Hát mi az a hely? Kezdi. Baza... Ide leugrok. Biztos baj lesz belül. Úgy utálom ezeket, hogy kiszedem mindig, aztán semmi nincs benne normális. Figyelj, öcsém, följön. Hát én ütöttem, hogy sem beséltem meg. De most ez hogy jött föl? Vagy honnan jött föl? Jött föl lent jönni? Ja, itt lent följönni, aha. Jó, először nézzünk szét len, bár lehet, hogy ez pont, hogy zárva van. Nincs zárva. Jó. Semmi. Nem szeretem megnézni ezeket a boxokat, mert soha nincsen benne semmi jó, és csak ilyen trash szarok vannak. És úgyhogy úgy, bocs, hogyha néha tényleg skippelem őket, de én már vadulok meg ettől, hogy soha nincs benne semmi. Na itt tuti, hogy jönnek. Ja, hogy leszakadt? Alattam. Leszakadt alattam, bazd. Még jó, hogy elfutottam onnan. Itt mindenki Chemical Station-ozik, halljátok, itt ilyen droglaborok vannak. Jó, visszük ezt is, itt lesz a szenecske, nem a romlott hús. Úgy. Oké, boké, kumpi. Frankó. Oda nézzék. Ide lehet, ide szakadtam le szerintem. Úgyhogy akkor... Úgyhogy akkor inkább lemegyünk így. Ó, én bírom az ilyen helyeket. Ide szakadtam le, ha? Pencébe. Ó, nincs benne semmi. Mindig megnézem, mindig reméli az ember, hogy benne lesz valami jó cucc. Fi, ennyi? Akkor ide nem is volt érdemes lejönnem. Mi? Semmi nincs itt. És annyi, az ördög vigyen el. Jó, hát akkor ez ennyi volt. Merre tovább? Azt mondd meg nekem! Nem tudom, hogy... Hol menjek el? Várja, elindította a questet? Gyerekek, már nagyon itt írja. Nem indított el a questet, hülye gyerek. Hogy rohadj meg. Szakad le, bazz. Hogy jutok ki innen? Most aztán jó rábasztok. Nem indította el a questet? Srácok, mondjátok, hogy elindítottam. Kutya, ki tudom, hogy itt jó. Nem indítottad el a questet, Creeper. Egyébként tök rányomtam. Nyomtam itt egy ebetűt, azt hittem elindult. De jó, mert most még egyszer ki tudom lootolni. Igaz, hogy mindjárt éjszaka lesz, úgyhogy... De lala, tudjuk, hogy hol vannak a zombik. Mi volt ez, bazza? Ez mi a hörgés? Jehá? Izéje van.
Gázmasztja. Jó, még egyszer nem fogom ezeket a szemeteket kilotolni. De egyébként az viszont egy jó koncepció lenne, ugye? Most meg tudom, hogy legalább el kell nem futni. Ezt nagyon megoldottam. Igen. Igen, ez a random loot, ez... Hát jó, egyébként jó, hogy random a loot. Mert néha bemákolt valami tök jót. De viszont alulra nem fogok lemenni, az hozzér. Mert sok értelme nem volt. Mert zárva van. Menjünk. Arra kell előleg, nem? Chemical Station. Ajtót kinyithatjuk, ha akarjuk. De először ki kellene clearelni a zombikat. Hello! Van itt valaki? Nincs hallom, igen. Azt a öcsém, hát olyan mozgásom volt, hogy elhúztam az izémet. Az arcomat. Hát majdnem orrba vert a gyerek. Durva volt. Ja, de viszont 10 órára vissza kéne érni a Jerryhez, úgyhogy bele kéne húzni. Várj, mindjárt rendet teszünk. Visszamehetek a traderhez, úgyhogy meg is vagyunk. Hát ez jó volt. Figyeljetek, büszkék lehettek rám, egész jól sikerült a dolog. Ez meg milyen? Ja, ilyen. Vannak ilyen modifikációk, amik ugye az alap statokat így növelik, vagy perkeket, vagy minek nevezik dolgokat. Alap statok inkább azok, ugye? Ott is volt egy könyv. Úristen, azért tele van szemetelve az inventory keményem. Na gyorsan ezt meg kipucoljuk, hát ugye ebből lesz a csoda. Aztán menni kell vissza, nagyon gyorsan, mert Zseni be fog zárni, és még miattam se tesz kivételt, sajna. Úgyhogy húzzunk a vérbe, gyerekek, most egyelőre nem nézelődünk. Itt volt az ugye a kijárati ajtó. Várjál, kaját felmarkoljuk, megérezt a szagát kívül. Nem volt semmi. Jó, van Johnny, ha menni kell gyorsan, gyerekek, beceklivel, 26-ban, nem fogunk odaérni. Úristen, szarra vagyunk terhelve megint. Na, várjál, hol a Johnny, 300 méter, még lesz? Ja, éjszaka megizélni fogok, építkezni, meg craftolni, nem fog érdekelni ezután. Nem fogom kihagyni az éjszakákat, nem fogok gubbasztani egy tetőn. Ja, még el kellene menni egyébként különböző dolgokért. Meg az az igazság, hogy jó lenne a belsőt berendezni annak a szarkecónak, mert akkor úgy elrendezném már. Az a baj, most lerakok mindenhova ilyen ládákat, meg elrendezem, utána meg szét kell szednem, annak nem fogok örülni. 40 van, menjünk már! Johnny, jövök! Ne zárj be, légy szíves! Igazán ott maradhatnék éjszakára. Bár oda aztán kellene ezt a mina öcsém. A Jennyhez. Körülbelül véget mi? Júj, bazze! Várj! Júj, Jenny! Basszus, szarra vagyok terhelve. 47! Ezt már le akarom adni. Jenny, jövök! Ne! Ne! Ez korai volt, Jenny! Az anyád! Ez mekkora köcsög volt ez a Jerry? Jaj, éjszaka lesz. Hol a francba vagyok? Egyébként 17 claystone-t lehet, hogy le kéne rakni. Így, gyerekek. Készülhetünk a harcikrára. Gyere ide, gyerek! Van esélyed, futhatsz. Miről beszélünk, gyerekek? Nincs itt a pelláta. Kipör maga a fegyver. Ezután hallod? Úgy fogok itt sétálgatni, mint a parkba lennék, érted éjszaka, és le van szarva. Jó, tudom, nem vagyok olyan kemény, mindenki ezt csinálja, de én nekem az újdonság, hogy ennyire bátornak érzem magam, hogy kimerek gyűni. Egyébként a becekli miért megyek? De minek a becekli nekem? Itt van a izai bázis, menjünk aztán. Csináljuk a dolgokat, gyerekek. Jaj, nem meggyűjt a madár. Ott egy zombi. Olyan hosszúak az árnyékok, ott kell föl a nap, figyeld. Megvetül a dolgokat. Jó, figyelj. Ott egy szarvas dik az! Kaja! Előttük.
Meghaladta egy zombis. Megőrült zombi. Hogy volt egy szarvas? Hogy volt egy szarvas? Meg vagyunk mentve. Kajaügyileg nagyon sok kajánk van. Oda nézzé testvérem. Mennyi kaját dobott? 30 kaja? Yes. Oké, srácok. Jó. Hát ezt el kéne bontani, az igazság. Itt van egy madár-badár. Milyen jó. Milyen jó. Egyébként simán lezám merek mászkálni már. Jó, itt jó, mert leírtottam ezt az egész erdőt, el is látok jó messzire. Ja, hát az a madár az lehet, hogy ki fog szúrni, te fogok kezdeni kohálni. Azt kéne csinálnom, ugye, hogy kiütöm ezeket, és akkor leszakad a francba. Akkor valószínűleg az fog történni, 1500 blokk, jól van, akkor majd ha mindenre rakunk, most nem fogok itt megbolondulni. Hozzám beszélsz? Nem, oké, köszi. Na várjatok, akkor lehet, hogy el kéne rendezni egyébként inkább a bázist. Hogyha valaki jön, akkor meg majd nyakon verem, gyerekek, jó? Ja, itt valamit kéne kezdenünk ezzel az egész hóbelebancsal, mert itt nagyon nem jó. Ez nekem jó, ez nekem tetszik, hogy ez így van. Azok eddig oké. A nagyon a falak mellé nem biztos, hogy érdemes lenne pakolnom. A falak mellé nem biztos, hogy érdemes lenne pakolnom, mert ugye, hogyha minél közelebb vannak a falakhoz, akkor észreveszik a zombik. Hanem lehet, hogy inkább egy ilyen belső részt kéne kialakítanom. Lehet, hogy ide belülre kéne egy körbe kialakítani konyhát, meg ilyen dolgokat, tudjátok. Nem tudom, hogy oldjam meg. Ezt mondjuk meg kéne tanulni. Az a baj, ez meg kevés. 4 darab blokknyi. Figyeljetek, lehetne úgy, hogy egyik oldalt mondjuk az ilyen raktár, másik oldalt a konyha. Mondjuk lehetne itt a konyha. Ez lenne a konyha rész. A konyha rész, nem tudok ilyen izé dekorációkat csinálni, tudod, ilyen bútorokat. Én tök bírom az ilyen bútorokat, tudod. És akkor úgy ilyenből alakítod ki konkrétan a konyhádat. Ez szerint nekem annyira mindig bejön. Viszont akkor minimum fára fel kéne upgrade-elni a talajt, nem? Szerintem jobbra nem nagyon érdemes egyelőre. Hát legalább alatta. Legalább alatta, úgyhogy a fát magamhoz kéne venni. És azt ki kéne ásnom, és fel kéne upgrade-elnem. Ahova pakolok. Úgyhogy az lesz. Megcsináljuk most itt a konyhát, jó? Először a konyhát megcsináljuk. Utána mondjuk egyik oldalt lehetne a raktár. Nem jó az se, mert akkor mindig futkoznom kell. Nem tetszik az a megoldás, hogy mit tudom, egyik oldalt a raktár, a másik oldalt meg mondjuk a kraftolós dolgok. Elég elcseszett egy konstrukció lett ez, nem tudom, valahogy. Nem vagyok benne biztos, hogy ez így nekem jó, de meg fogjuk szokni. Mindenképpen kitalálunk rá valamit mindjárt. Fia, 4 darab a konyhának elég, ugye? Biztos elég. Hogy ne lenne elég? Hát ne legyél hülye kípő. Oké, akkor kellene olyan nekem. Tudok dörtöt csinálni, ez tök jó. Viszont nekem kellene ilyen izőblokk. Building block. Nem tudom, hogy nem-e volt. De jó, most nem fogjuk keresgetni 4 darab miatt, hanem csinálunk 4-et. Lesz egy külön fegyverszekrényes rész. Tudjátok, minden. Rendesen megcsináljuk most a konyhát. Nem is 4, hanem 5. Ó, hát akkor meg már jó is. Oké, itt lesz akkor az izé. Itt lesz majd ezen a pult. Konyha pult. Középen mondjuk a sütő. Hát 2 sütő kéne, nem srácok? Kellene izét is. Rendes konyhát akarok ám kialakítani. Mármint ugye vannak ezek a konyha pultok meg minden. Oké. Akkor ilyenek meg valószínű, hogy itt vannak, ugye? Igen. De ez az összes, ne szórakozzál velem. Ez például oké, ez tök jó. De ilyen szekrények. Az minek nevezik a szekrényeket? Vagy itt van? Nem itt van. De lehet, hogy itt van. Bútorok? Miért csak ennyi van? Ilyen bútor?
Nem tudom, hol keressem, basszus. Jó, minden esetre kettő gáztűzhely minimum kell, nem? Vagy lehet, hogy kéne három is. Vagy egyelőre legyen egy. Ja, hogy ez kell ilyen mindenféle, hát akkor ezt ne csináld meg, hülye gyerek. Fú, ezeket a bútorokat nem értem, hol vannak. Nem tudom, hogy hol vannak, hogy tudom ezeket a bútorokat előhozni. Hogy nem vedik a szekrény, bazze, angolul. Nézzük végig. Van ők ilyen... Én nem látok full ilyen szekrényeket, sehol. Basic, building, buildingnél nincsen. Ó, itt van, kabinett. Ez az, szegek kellenek hozzá, lehet, hogy van szegem, de rossz se begyenek, hogy ilyen sok minden kell hozzá. Lehet, hogy akkor csináljuk azt, hogy először nem ilyenből csináljuk. Hűtőszekrény például mi kell hozzá? Steel storage. Hát szerintem elengedjük ezt, gyerekek. Jó, akkor ládából fogjuk csinálni. Ládára tudok pakolni ilyen izét? Tudok pakolni tüzet? Biztos tudok, miért nem pakolhatnék. Tök mindegy, külön blokknak számít, ugye? Legalább kellene akkor... Campfire, szerintem még kettő. Oké, akkor kellene nekem ilyen chest, ami... Chestnek nevelik? Nem chestnek nevelik, hanem... Secure... Igen, jó. Storage, create, ó, te Isten. Ebből kellene nekem öt. Oké. És akkor erre pakolunk, ez így jó lesz. Majd fölső szekrénynek megcsinálunk mást. Jó, el akarom rendezni, hogy legyen külön konyha, külön, nem tudom, kraftolós rész. Úgyhogy ilyen, ezek mennek meg a bárány fel most, gyerekek. Úgyhogy akkor ez lesz itt a konyhás rész. És akkor megjegyezzük, hogy készkaja, alapanyagkaja, ilyesmi. Jó, most rátszom, valami ilyesmibe gondolkozunk. Kellene egy, azt ugye külön rakja Oké. Kettő. És ugye ezt is mindjárt fölveszem. Csak ki kell belőle mindent is szedni. Ja, nem tudom fölvenni, mert izé van. Nincs leragva Clean Stone. És ezt egy ilyet kraftolunk. Bár az el se tudja rakni sehova. Annyi minden szar van mindenhol. Ilyenkor hova rakta? Jó, de ott volt. Aha, jó. Egy darab helyünk volt, de jó. Oké. Ezt viszont nem is tudom, hogy hol rakjam. Valahova ide nagyon középre kéne, nem? Mondjuk ide berakom. Egyelőre. Oké. És akkor itt a nyugi van. Akkor ezt elvileg föl tudom menni. Szuper. Bármennyi Clainstone-t le tudok rakni, az érdekes mondjuk nekem. Nem tudom, az olyan fura. Nem fura? Oké. Ide lerakjuk, és akkor minden egyibe rakjunk szenet. Azt meg ugye azt mondom, hogy hogy kell, jobb gombbal kell ketté venni. Oké. Ebbe is rakunk szenet. Oké. Meg ebbe is rakunk a maradék szenet. Szénnel fogunk fűteni egyelőre, majd is sütni. Akkor a középsőbe legyen így minden. Az hol van? Egy. Meg egy főzőedény, ugye? Rendben. A szélsőben lesz egy rács. Tök jó, hogy látni már kívülről, hogy mi van benne rajt. Akkor ebben lesz egy rács. Oké. Akkor ugye a középső lesz az, amelyik ilyen mélynes egyelőre. A kézkaját azt mindig ide alulra rakjuk. Akkor ezt át is írom. Tök jó, hogy most már lehet éjszaka szórakozni. Kézkaja. Kaja. Oké. És lesz egy kézpia is egyébként. Rossz. Kézkolya. Kézkolya, kézpia. Úgyhogy kettő. Kézkolya és pia. Oké. Akkor ezek meg itt lesznek. Viszont akkor ide már be is pakolhatnám az olyan dolgokat. Viszont akkor ide is raknék olyat, hogy csinálok egy olyat is, hogy egészségügyi csomagok, meg ilyesmi.
Egészségügy. Oké. Okay. Jó, írtam? Egészségügy. Oké. Okay. Ide a két oldalra. Ja. Mondjuk külön kéne magokat, meg ilyeneket. Jó, kézkajapia. Van már nekünk olyan, hogy kézkajapiánk? Aztán akkor kapásból már szórhatnám bele, ugye? Nézzük, nézzük, nézzük. Tényleg belerakok mindent, olyan, ami kész. Ez is kész. Oké, okay, és más talán nincs is. Hát kraftolható cuccok azok rengeteg lesz. Az egészségügy is, őszöz is kipakolok egyelőre. Azt nézem, hogy van-e valami olyan. Egészségügy, egészségügy, egészségügy. Egészségügy nincs, ugye? Jól látom, hogy nincs. Ez mi a szanyám? Tesztoszteron tudok kinyerni. Mi medvékből, vagy mit beszél? Jó, hát ez legyen az egészségügynek. Oké, okay, ebből is ki kéne szedni akkor a hülyeségeket. Hát ezt, jó, ezt izé... Ezt nem tudom fölvenni, azt hittem ezt is fel tudom venni, nincs benne semmi pedig. Oké, okay, akkor a kézkajákat vegyük ki, meg az egészségügyi dolgokat. Kézkaja és egészségügyi dolog. Ez is kézkaja és piának számít. Jó. Nincsen más, ugye? A krumpli az nem kész. Oké. Okay. Bocs, hogy tökélés vagy gyerekek, de rendszereznem kell, mert különben itt meg fogunk bolondulni előbb-utóbb. Sőt, inkább előbb. Egészségügyi dolog, egészségügyi dolog, egészségügyi dolog. Az jó, nem kész. Mindegy, oké, okay, menjünk vissza. Oké, okay, akkor egészségügy ügyhöz jöhet ez. Fú, basz. Mi van itt, töcsép gyerekek, hallod? Hát nem tudom izolni. Nem tudom kontrollálni tényleg, mert agyikocatom van. Egészségügyhöz nincs semmi. Mindig akkor látom már meg, amikor kézkaja, kézkaja, kézkaja. Kézkaja, kézkaja. Jó, mert egyébként tök jó, mert így tényleg egyből tudom, hogy mi van. Kézpia. A kézpiákat egyébként valahol majd alulra. De egyébként bőven elég lesz szerintem neki. Oké, okay, és akkor kell egy olyan, hogy kaja alapanyag, és pia alapanyag. Nem csak kaja alapanyag, pia alapanyag. Nem kell. Nem kell, nem? Nem kell. Sőt, kaja alapanyagból lehet, hogy még kettő is kell. Két doboz. Jó, hát ezt így megcsinálja az ember, azt utána már nem lesz rá gondja, és akkor egyből tudja, érted, hogy hol pakol. Úgyhogy az jó. Úgyhogy ezeket is ide vegy, ez is ide vegy, ez is ide vegy, ez is ide vegy, ez is ide vegy. Pia alapanyag is egyelőre ide vegy. Ez is kaja alapanyag. Hát ez szerintem kaja alapanyagnak nevezhető, ez csak kraftoláshoz jó. Kocsonyában nem lehet belerakni, gyerekek? Nem tudom én, nekem az bennem lenne, hogy a bőrt az kaja alapanyag is kocsonyába tényleg mehetne. Na akkor mindenféle kaja alapanyag, meg ilyen pia alapanyag jöhetne, hát ezt a ládát szét kell ütnem a picsába. Hú, ez nem tudom, ez egyébként, ez lehet, hogy a kaja alapanyagban belemegy. Mondtátok, hogy ez is jó lesz majd kaja alapanyagnak. Oké. Okay. Nagyon jó. És lesz egy külön raktár. Az egyik oldal az csak raktár lesz, másik meg kraftolós rész. Vagy valami ilyesmi, majd mindjárt kitaláljuk. Egyébként ide fölhúzhatnék valami falat, mondjuk ide, és akkor itt is lehetne. Vagy pedig úgy kellett volna, hogy megvan a megoldás. Hogy úgy lesz, hogy ide húzok fel falat, és akkor egy ilyen... Azt hiszem, hogy jönnek a dolgozók, úgyhogy rendet kell raknom, bocs. Mert ezek be fognak törni, vagy valamit ütni fognak, az meg nem jó. Az a baj, ugye futnak, aztán elég gyorsak. Mi a még? Oké. Okay. Ja, hát igen, ez a baj, hogy észrevesznek ide bent. Úgyhogy az nem valami baráti. Jó, egyébként ha legugolnék, akkor valószínűleg nem vennének észre, hogyha lopakodnék, de annyira nem érdekel. De hát hadd vegyenek észre, nem érdekes. Igen, hol tartottunk? Mindenféle kaja alapanyag. Meg ilyenek. Ez is annak számító dolog, ez is annak számító dolog. Ezt is visszük, mert ez meg más. Oké, gyerekek, itt meg van még egy kis szén.
Egészségügyhöz is jött akkor dolog, ugye? Valami jött az egészségügyhöz, mondjátok. Ez egészségügynek számít nálam. Tudom, hogy ott lesz, így jobban beazonosítom. Meg ezek is az egészségügyések. Kaja alapanyag viszont ugye közben érkezett, ez. Viszont ezt a kaja alapanyaghoz ide berakom, mert abból majd alakítunk dolgokat. Ez is kaja alapanyag. Mert szerintem akkor így megvagyunk a kaja alapanyagok dolgokkal. És akkor, igen, én arra gondoltam, hogy úgy kéne kialakítani, kellene csinálni néhány ilyen building blokkot. Mondjuk minimum egy tizet, nem, mennyit tudok csinálni. Nem sok fám van, mi? Fát kell vágnom majd. És akkor kialakítanék ilyen félfalat. Ami, ja már reggel is van. Basszus, ezt már befejezem, masszus gyerekek, ne haragudjatok meg. Mindjárt megmutatom, hogy mire gondoltam, hogy kialakítok ide egy ilyen félfalat. Ezt kiveszem be, az el szakad gyerekek. Lol. Kivette a hülye, jó nem szokott le. Így. És akkor konkrétan itt lenne mondjuk raktár, mind a két oldalon, vagy valami ilyesmire gondoltam. Bár hát ez nem a legcsinosabb, a francesebb bele, nem tudom. Mert akkor ugye ide is tudnék pakolni a dobozokat. Nem tudom, annyira el vagyok izélve. Jó, egyébként egész jó, nekem tetszik. Na, ezt megcsinálom másik oldalt is, mert egyébként nekem ez így bejövős. Értitek, hogy akarok, hogy akkor olyan, mintha ilyen kisebb helyiség lenne, de aztán mégse helyiség, hanem így mégis egy kicsit el van szeparálva, olyan, mint egy ilyen spanyol fallal így el lenne választva a dolog. Úgy. Sőt, még lehetne ide is, és akkor így. Értitek, valami ilyesmire gondoltam. És akkor külön lenne mégis ezek a helyek. Ide meg lehetne? Még kettem? Nem olyan rossz ez. Ja, kell nekem fát vágni, basszus gyerekek. De viszont, és meg ki kéne rakodnom, egyelőre megint random, mert majd rakodunk el. Mert azt hiszem, hogy még elmegyek questelni, hogy legyen... Ah, nem! Aj, bazzám, annyira, hogy csinálnám ezt. Annyira csinálnám ezt. De lehet, hogy elbúcsúzom. Nagyon rövid lesz a rész. Na, nem tudom. Lehet, hogy még egy picit csináljuk, jó? Mert akkor meg nagyon rövid ez a rész. Ki kéne menni fát vágni, kellene még nekem fa. Na, valami ilyesmire gondoltam, hogy így lenne. És akkor... Jó, ez így nem néz ki csúnyán szerintem. Körlene nekem... Várjátok, tényleg nincsen se blokkom, se fám. Basszus, ennyire elizéte... Ennyire elcsesztem a dolgokat. Se fa, se blokk, bazze. Ó, te fiú. Kell akkor building block. Mennyit tudok csinálni? 19-et viszont az elég lesz. Na és akkor megcsináljuk ezt is olyanra. És az úgy jó lesz. Ja, egy picit még akkor itt tizélek. Építem a bázist. Na, ez valami ilyesmire gondoltam, gyerekek. Szerintem ez egyébként tök jó néz ki. Így. A szimetriát azt szeretem. És akkor úgy lesz, hogy itt meg külön lesz a raktáros rész. Hú, erre a falra kéne pakolni a dobozokat. Kéne csinálni, ilyen ki kell mennem vágni fát, pedig azt annyira nem akartam. Meg kéne csinálnom egy ilyen izét, egy ilyen botot. Csak ugye... Vaj, mi nincs neki? Egy darab fám van? Menj a francba. Hát akkor ezt skrepelem le, azt majd most egyelőre nem kell. Most már tudok csinálni ötöset, akkor hadd csináljam meg. Csinálunk egy ötöset, ezt meg leszkrepeljük. Jó. És akkor van egy ötösöm. És kivegyünk fát vágni, és akkor rendbe vágjuk ezt a alsó szekciót. Jó, gyerekek? Hogy rendesen el tudjak benne igazodni frankon. Jaj, egyébként úgy bírom, hogy ezt kimaxoltuk. Pontokat is el kéne osztani, ugye? Várjál, azt mindenképp mondtátok, hogy a izére rakjak. Rakjak az erőre, akkor már maxoljam ki, hogyha erre rámentem. És marad két pontom, és akkor ugye rakjak a Skull Crushert húzzam ki maxra. De hát akkor ennél komolyabban nem tudom ezt kihúzni. Ez tök jó. Meg akkor meg kéne nézni egyébként, hogy ebből a...
Ebből elvileg tudnék craftolni ilyet. Csak nem tudom, hogy mekkora, milyen statokkal rendelkezik. Nem egy jobb atos ilyen, de nem biztos. Meg ugye meg kéne nézni, hogy milyen izeik vannak, modifikációim. És akkor, na most iszonyat tökösek vagyunk, a skill ügyileg maximum van. Ja, meg a minorra rakjunk, azt mondtátok, úgyhogy arra is rak a keeper. És nulla van. Jó, nem baj, nem baj. Semmi gond, gyerekek, nagyon jó. Viszont ugye így akkor több alapanyagot kapok, meg gyorsabban is ütöm elvileg, vagy valami ilyesmi van. Úgyhogy ez meg hasznos. Na várjál, kéne egyet. Inja, nem hoztam semmi innit. Mikor kezdesz a szobjazni, amikor kijöttél onnan, érted? Amikor töménytelen mennyiségű kajár van, mondhatni. Meg ugye el kéne kezdeni főzni, és van egy csomó izai alapanyagunk. Jó lenne egyébként tojás, úgyhogy látunk izaiket, fészkeket összeszedni. Mert ugye akkor tudunk szalonnás tojást csinálni, és az epic jó kaja. Mivel most már van 30 húsunk, úgyhogy lehet, hogy inkább arra kéne, nem kéne csak megsütni a húcsibusikat. Hanem szalonnás tojáshoz mindig összeszedni akkor a tojásokat is. Jó, ez ennél összeszedetlenebb gameplay szerintem még nem készült. Soha nem tervezem, hogy mit csinálok, de most sikerült alulmúlnom magam. Azt mondom, hogy egyébként elég jól összekaptuk a izéket szerintem, a fészkeket így mindig. Úgyhogy, meg ezen a területen azt rohadtul nem látni meg. Sivatagban olyan, nem is tudom, ott látni meg? Ugye ott nincs fű, azért látni meg. Mondjuk itt sincs fű. Meg azért nem látom meg, mert bug vagyok. Mindig mondjátok, hogy ott volt melletted, most nem ész melletted, bazze, nem látod meg. Jó, kevés az állat. Egyébként írtátok, hogy éjszaka vannak az állatok, és tényleg éjszaka találkoztam vele. Úgyhogy lehet, hogy éjszaka ilyen vadászatokat érdemes csinálni. Bár előbb-utóbb ugye kajaszint ügyileg szerintem ilyen önfenntartóra kéne lenni. Kell csinálni kint egy kertet, hát szerintem blokkot nem ütnek a zombik, úgyhogy akkor el tudsz vele lenni, nem baj, aki van, érted? Nem, régebben leástam, emlékeztek? Aztán ilyen föld alatti ízeik voltak. Ilyen kertek, ahol bejött a fény, meg minden. Hát teljesen felesleges, hát nem fogják lenni a zombik, gondolom a... Jó, csinálok egyébként egy csomó fát, hogy tudjak upgrade-elni, meg minden. És azért elég gyorsan jön. Meg, nézd meg, a staminám szinte már nem fogy, tök jó. Jó, és rohadt erősek lettünk ráadásul. A strongunk is ugye maximum van. A Skullcrusher skillünk az maximum van, úgyhogy ezzel így elboldogulunk már. Az, ilyenkor soha nem látok fészket. Na mindegy, aztán annyi baj legyen. Jó, mert ezek a szelszábok nem annyira kopnak. Fú, gyerekek, itt jó szétvertek ám mindent. Figyelj, nem tudom melyiket láttam. Ja, az ajtót is baze ütötték. Öcsé, jó, ott rohadjon meg. Figyelj, aztán annyi is, az se érdekel ám, hogyha ne jönnek. Mert rohadt kemények vagyunk, de tényleg. Na, akkor srácok. Igen, ilyen boxokat kellene csinálni. Ezt viszont meg nem tudom fölverni. Úgyhogy ezt akkor mindenképpen fölverem innen. Már lehet, hogy akkor, amikor szétvenem, akkor fölugrik? Nem, hanem széttörik, ugye? Mi a fasz volt ez? Ez most mi? Ja, mert volt benne loot, azért nem tudtam fölvenni. Ah, hülye vagy, ugye? Jó. Még jó, hogy nem veszett el. Azért volt ez van. Na, ezért kellene a gyerekek. Egyébként egy ilyet majd megnézzünk, hogy tudunk-e craftolni. Azt lehet, hogy lekraftoljuk, lehet, hogy jobb, mint az enyém. De viszont ugye a hatósban meg azt hiszem, hogy több modifikációt lehet kapni, nem mint hogy raknék bele, ugye három darab slotja van. Lehet, hogy ennek meg csak ugye mivel kettes, kevesebb. De csinálunk storage boxot. Hát jó sokat, megmondom őszintén. Szerintem egy ilyen 10 darabot fogok most ebből craftolni. Mert kell. Mert ide akkor az egészet beborítom. Itt lesz a raktár. Kajacsinálás, raktár, oké? Okay? És akkor valahogy úgy fogjuk megoldani. Igen, hát raktár. Itt meg esetleg lesznek a craftolós cuccok. Igaz, mondjuk az nem a legjobb. Lehet, hogy úgy kéne, hogy raktár, craftolós cucc, és ami ide kell, akkor azt tudjuk így pakolgatni. Jó, viszont ezt tényleg úgy akarom megcsinálni, hogy itt ezt teleszórom a storage-gel. Hogy legyen minden külön elszeparálva, mert nem fogom tudni kezelni. Itt lesz a fa cuccok.
Close. Oké. És akkor tényleg a fához kapcsolódó cuccok, azok itt fognak lenni. És igaz, hogy tudom, hogy nem fog betelni emiatt. Vagy pedig szerves cuccok kellettek volna? Nem. Legyenek itt a fa cuccok. Bele fogok keveredni, azt mondjátok? Lehet. Mindent is fölvett? Szuper. Jó van. Jöjjön csak. Amit tud, az vegyem föl. Jó. Oké. Okay. És akkor ez is jöhet ide. Itt tudunk ültetni fát, ha akarunk. Nézzük, hogy mik vannak olyanok. Nagyon nincsen semmi, ugye? Akkor legyen az, hogy kő. Ja, kő. Legyen kő. Close. Ez elég csúnya. Várjál. Valami volt itt. Kaj alapanyagnál. Nem itt. És valami belekeveredtem. Ennek a három izőjét hova raktam? Na mindegy, kő, legyen a kő. De a kő az legyen olyan, hogy ilyen mindenféle ásványi dolog, értitek? Ugye ilyen is. Hát ez nem tudom. Nitrit is ide jön. Oké? Okay. Kő is ide jön természetesen. Oké. Okay. Akkor legyen olyan, hogy... Nem ez alatta lesz. Itt lesz. Bocsánat, hogy itt tettük a részünk, de legalább rendben lesz az egész. Itt lesz a egyéb szerves. Egyéb szerves. Egyéb szerves kacatok, tehát az egyéb, várja ezt a növényt, ezt a kaja alapanyaghoz kéne raknom. Egyébként ezt is nem tudom, ugye ja, itt van alul, az ezért nem láttam, jó. Akkor csinálunk, lehet, hogy csinálunk egy kertet is, minél hamarabb. Az egyéb szervesbe fogják jönni, az egyéb szerves dolgok, tehát ami kraftoláshoz kell. Hát figyelj, ezt leszkrepelem a picsába, nekem nem kell. Magyarul toll is ide jöhet, a bőr is ide jöhet. És ez is ide jöhet. Ilyenre gondolt a Keeper. Mindjárt összeszedjük. Itt mi volt? Csont. Oké. Okay. Ezt nézzük meg. Itt innen még fegyünk fel mindent. Fölvett mindent? Meg ezt is fölvette. Nagyon helyes. Akkor az egyéb szervesbe nézzük meg, hogy esetleg mi megy, vagy megy-e még valami. Nincsen olyan, ugye? Egyéb szervesbe nem tud. De ez még mehet az egyéb szervesbe. Meg ez viszont kaja alapanyagnak számító dolog. Így, meg ez is, ugye? Jó. Eddig oké. Okay. A kézkaja piába menjen még a mézecske. Oké. Okay. Meg ez, berakom ezt a szendvicset, bár ezt így nem valószínű, hogy meg fogjuk enni. Meg ugye az egészségügybe még bemegy az az injekció. Oké. Okay. Akkor a kő alá menjen olyan, hogy egyéb szervetlen. Egyéb szervetlen. Close. Oké. Okay. És az egyéb szervetlenbe akkor olyanok fognak menni, ami nem modifikáció, nem weapon, hanem például ilyen. Ez mehet a kőbe, ugye? Cobblestone mehet a kőbe. Egyéb szervetlenbe például mehet a ragasztó, ez is mehet. Ugye amik nem ilyen, nem fém, nem kő, hanem ilyen különböző olyan olaj például. És az egyéb szervesben az mehet például a papír. Meg mehet a roncs. Úgyhogy ez is tök jó. Oké, srácok, nagyon jó vagyunk, tök jó, majd el kellene menni a cuccokért egyébként. Oké, és akkor jön olyan, hogy fém. És akkor ide jöhetnek az olyan dolgok, amik nem kész termékek, hanem ez, 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 ez. Úgyhogy ez már tök jó. És jöhet a szeg is ide, szerintem. Oké. Akkor jön olyan, hogy fegyver, nagy betűvel, fegyver,
Ide jöhet mindenféle fegyver egyelőre. Szerintem ilyeneket most ki fogok rakni. Ez nem fegyvernek minősülő tárgy. Oké. És akkor tényleg jöjjön. Ez is. Igaz, hogy az mondhatni majd, hogy nem lőszer, de mégis ide fog jönni nekem. Fegyver dolgok. Jó. Oké. És akkor legyen egy olyan, hogy lőszer. Lőszer. Hát ez ilyen lőszer alapanyag, úgyhogy ez ide fog jönni. Meg hát ez is egy ilyen koki ratyi. Hát ezt le is scrapelem kell a halálnak. 7 darab nyílvessző, itt rakosgatom örök életembe. És akkor szerintem így megvagyunk. Viszont van itt egyéb szervetlenbe ez a ragasztó. Már is. Meg van is, már is olyan fémünk. Úgyhogy ez jó. Ó, látjátok? Most már így kezdünk alakulni. Kellene egy olyan, hogy... Modifikációk. Modok. Okay. És akkor a modokhoz, ez nem az ugye, ez ilyen megtanult fasság, úgyhogy az lesz egy olyan is, úgyhogy eladó cuccok nyilván, akkor lesznek a modok. Ez is mod. Ez egyébként soha nem használom, meg nem is fogom szerintem, komolyan. Modok, és akkor kell egy olyan, hogy alkatrészek. Okay. És akkor ide meg, hoppá, ezt nem ide akartam, az egyéb szelvetlenbe megy. Alkatrészek. Okay. És akkor tök jó. Meg is vagyunk, srácok, szerintem. Figyelj, az egyéb szervetlen berakom ezt, de ez nekem nagyon nem akarom használni nagyon. Oké, ide meg. Kell egy olyan, hogy eladó cuccok. És ez olyan lesz, hogy ez ilyen jegeljük. Tehát ezt ide be fogom rakni, amit én jegelni szánok. De tudtok írni, hogy ne add el, mert lehet, hogy jó. Érted, hogy mire gondolok. Figyelj, ezt se tudom fölvenni. De miért nem tudom fölvenni? Most már nincs benne semmi. Jó, úgyhogy akkor szétverjük. Oké, gyerekek, ilyenre gondoltam, hogy egy ilyen elrendezéssel dolgozunk. Raktárunk van külön, tök jó, minden el van rendezve. Ugye fel lesz upgrade-elve betonra, akkor egy kicsit jobban néz ki, most elég treányul néz ki itt az egész. Hát sajnálom, bocs, gyerekek. De várjál. Ilyenkor se engedi? Ilyenkor se engedi. Ja, egyszer csak levered róla a feliratot. Majd nem tudom mi volt ez, de körülbelül. Out of stamina. Hát mi a szar van most? Miért fáradtunk annyira el? Oké. Megvan a raktárunk, srácok. Megvan a konyhánk. Tudunk kaját csinálni. Megvan a raktározott élelmiszerünk. Úgyhogy tök jók vagyunk szerintem. Egyébként úgy, nem tudok javítani, hogyha kinyitok például egy ilyet, nem? Ez tök gáz, hogy mit tudom, ki kell venni, miért kell kivenni? És akkor ugye így kell mindig megjavítani mindent. Mondjuk így meg visszarakom, azt jó van. Oké, okay. Meg a... Ez a 11 fa, mit tört ebben, vagy mi történt ez a 11 fa? Ja, mert ezért, szétvertem, jó. Nagyon szuper, gyerekek, hát tökéletes a dolog szerintem. Kaja alapanyagban az a baj, hogy nincs tojásom, és nem akarok most nekiállni olyannal foglalkozni. Nem akarom elcseszni a izét. Nem akarom elcseszni a húst, hanem inkább majd vadászunk éjszaka szerintem. Most egy teletömöm magam, hogy legyen kaja bőven. Aztán figyelj, nagy baj nincsen, mert ha akarok, akkor tudok azért húsit csinálni. Izét, el kéne menni a cuccokért szerintem leginkább. Úgy azért már így azért jobb, kellemesebb, nem? Mindjárt jobban érzi magát az ember. Kaja és pia alapanyagnál, ezt lehet, hogy ki fogom főzni. És azért az lenne a jó, mennyi magomban? Kávé magomban 2. Kávét azt lehet, hogy el kéne ültetnem egyébként. Lehet, hogy kéne egy kis kertet csinálni valahova. A kávét meg el kéne ültetni. Na, mindegy. Ezt egyébként, hogy miért nem rakja ide be? Főzünk ezért vizet, mert az úgyis kelleni fog majd.
ahhoz, hogy csináljak kávét például. Viszont azt a két kávémagot, azt lehet, hogy el kéne ültetnem valahova. Aztán majd valami lesz, nem srácok? Kaja alapanyag. Ebből viszünk kettőt el. Meg akkor két kávémagot én elültetek. Az úgy jó lesz nekünk szerintem. Oké, kávémagot akkor gyűjtünk, majd ezerrel, és akkor... Na figyelj, gyerekek, lehet, hogy elbúcsúzom, mert rettenetesen hosszú lesz ez a videó, és meg fogtok érte lincselni, hogy ilyen otthon hosszú videókat csinálunk. Köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsumi!